Köszöntöm nézőinket! A kulturális híradóban elsősorban a tánc kedvelőit szeretnénk megszólítani. Nem csak azokat, akik értik és érzik a legősibb művészet, a mozgás, a tánc nyelvét, de azokat is, akiket egyszerűen a látvány, vagy éppen a zene miatt fog meg egy-egy alkotás. Töltsék velünk a következő perceket! A Horváth Színház szabadtéri színpadának visszatérő vendége az örökifjú Kricskovics Antal és az általa vezetett budapesti Fáklya Tánc Együttes. A társulat arculatát és repertoáriát is megteremtő koreográfus több mint 4 évtizede különleges egyedi alkotásokkal és produkciókkal gazdagítja a magyar színpadi táncművészetet. Ennek a szeleteiből kóstolgathatunk mi is nyaranta. Az elmúlt évben a Napmadarakat, idén pedig az Énekek éneke című műsorát láthatta a pécsi közönség. A tánc zabolátlan fegyelme, a lázas vibrálás, az életigenlés és az elemekkel való harc a jellemzője koreográfiáinak, ugyanakkor feltartott ujjal figyelmeztet minket, ne herdáljuk el, amink van, ne pusztítsuk el, ami a miénk. Munkatársammal, Zakariás Lászlóval, ha szabad így fogalmazni, minket is elvarázsolt Kricskovics Antal munkáinak mindent elsöprő hevülete. Íme az eredmény.
Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kezelőinek.